Magyarországon az elmúlt években tapasztalható klímaváltozás miatt új szúnyogfajok is megjelentek, ezzel együtt pedig az általuk terjesztett szívférgesség is gyorsabban terjed. Ha egy állatban már kifejlett élősködő van, amely akár a 30 cm-t is elérheti, annak lárvái megjelennek a véráramban, a szúnyogok ezeket magukba szívják, majd egy másik kutyát megcsípve továbbadják a lárvákat. Ezért a leghatékonyabb védekezés a prevenció. Megelőzés szempontjából stratégiai elem lehet a szúnyogcsípés ellen védeni kedvencünket, illetve másik stratégiai elem, ami a már fertőzött szúnyog átadja a szívférgességnek a gyerekalakját, mint mikrofiláriáknak hívnak, azok ellen védjük a kutyát. Tehát magukat a mikrofiláriákat írtjuk. Lehet ugye külsőleg a szúnyogok ellen, ezek létezik csepp formában, tehát rácsepegtető spoton készítmények, vagy akár a speciális nyakörvekkel is lehet védeni. A mikrofiláriákat pedig szájon átadhatós tablettával. A legtöbb esetben nincsenek tünetek, csak a végstádiumban, ami a fulladás vagy a keringési rendszer összeomlása. De gyanús lehet a fáradékonyság, a nyálkahártyák elszíneződése vagy a köhögés. A szívférgesség diagnosztizálása célzott szűrőprogrammal lehetséges, de gyakran más betegség következményeként derül rá fény. Gyógyítása azonban még gyerekcipőben jár. A gyógyításnak a kulcsfontosságú lépés az, hogy a kedvencünk életben maradjon, mert maga a féreg, illetve a szívférgesség egyébként a tüdőféreg vagy tüdőartériában szeret megtelepedni, és ha nagy számúak, akkor ha nagy számban vannak jelen, vagy elszaporodnak, akkor a szív felé tudnak terjeszkedni. És nagyon nehéz úgy kiírtani ezeket a féregeket, hogy a kedvencünknek ne legyen baja. Maga a szívféreg elpusztítása az könnyű, de ismételten is hangsúlyozom, és mondom, hogy úgy kell ezt megtennünk, hogy a kedvencünknek semmilyen baja nem legyen. A legtöbb esetben sajnos nem gyógyításról van szó, hanem inkább az a szívférgeknek a gyérítéséről, és annak az elérése, hogy ne fertőzzön másokat. Tehát ne szúnyogok, ne tudják továbbadni ezt a betegséget. Azaz a mikrofiláriákat, a gyerekalakokat lehet jól kordában tartani. A gyógyításnak létezik akár a szívkatéteres eljárás, gyógyszeres kezelés, ezek mindig intenzív terápia és kórházi körülmények között kivitelezhetőek. Az állatorvos azonban hozzátette, a gyógyulási százalék még nem kielégítő, az eljárások pedig nagyon költségesek. Egy kezelés akár 500 000 forint is lehet, de sajnos ebben az esetben sem garantált a siker. Ezért a megelőzés a legfontosabb és leghatékonyabb módszer az alattomos kutyabetegség kivédésére.